mindig is aránylag hosszabb, dúsabb hajam volt, és hát elkezdett titkolni. És szerintem hát a mai világban minden férfinek, de főleg, hogyha valaki színpadon áll, esetleg tévében szerepel, akkor fontos, hogy jól nézzen ki. Mindenkit más zavar, engem például zavart a kopaszodás, bár sokan mondják, hogy nem látszik annyira, mert nem veszélyes, meg el lehet palástolni ezzel a valamaval. Igazából a frizurámmal, a hajvonalammal nincs problémám. Tehát nem kopaszodok úgy, mint akinek ugye be is átcsúszott már, hanem egyszerűen csak egy dúsulást szeretnék. Én ezt körbenéztem, azt mondtam, hogy megválogatom, hogy hova megyek. Szerintem itt már ezek számítanak. Szimpátia, beszélgetés, referenciák. Nincs ezen semmi szégyelni való, tehát és megtettem volna, hogy egyszerűen csak azt mondom, hogy egy szeretném miatt le kellett vágatni, és akkor bármi, de még lehet, hogy akár segítünk is másoknak a döntésbe, hogy ez most már nem egy olyan ciki dolog, nem kell ezt szégyelni. Nekem ilyen szempontból nagyon nagy szerencsém van, mert igazából senki nem akart lebeszélni, senki nem mondta, hogy hülyeség, amit csinálsz, mindenki csak támogatott. Több mint egy éve volt a beavatkozás, abszolút semmi kellemetlenség. Legalábbis én nagyon jól átvészeltem azt a kritikus pár napot, nagyon szépen gyógyult ugye a fejből, tehát problémát semmit nem jelentett. Körülbelül január körül már nyilvános fellépéssel is, mert baseball sapi nélkül akkor bevállaltam, és akkor onnantól már lehetett játszani a frizurákkal. Volt utána februárban, októberben volt nekem a beavatkozásom, és februárban már avval játszottunk, hogy újra kicsit oldalt fölnyíltam, hogy már akkor fazont alakítottam. Tehát újra frizurát lehetett, frizurába tudtam gondolkodni. A hajbeültetés azért már átesik egy kicsit azon az inger küszöbön, még mindig egy kicsit félve beszélünk róla. Szerintem én utána azért is vállaltam föl, hogy a gyerekeket ne szórakozzunk, hát most a fogorvoshoz elmész ugyanan beavatkozáshoz is, tehát most a fodrászhoz is elmész, és az sem ciki azt mondani, hogy még 20-50 évvel ezelőtt az is ciki volt, hogy fodrászhoz jár egy férfi. Tehát nagyon érdekli az embereket. Kicsit bátrabban, nyugodtan, uraim, el kell menni, meg kell nézetni, nincs ebbe semmi. Félsugeteted akárhogy a hajadat, hogyha nincs elég. Ha meg egy kicsit bedúsítasz, akkor meg lehet, hogy egy más frizurával is sokat tudsz nyerni. Venni kell egy nagy levegőt, és el kell indulni, és azt mondani, magadba kell elhatározni, hogy a fene vigyel, én most ezt már nem akarom így tovább csinálni.